Faluképvédelmi programra különített el 12 ezer lejt a Harkita megyei tanács. Az összeg egy részével az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságot támogatják a Nemzetközi Építés Tudományi Konferencia szervezésében. A rendezvény minden évben neves építészek részvételével zajlik. Egy másik része a költségeknek a faluképvédelmi felmérésről szóló kiadványok terjesztésére vonatkozik. A program célja az, hogy tudatosítsa a lakosságban, milyen értékes építészeti örökségnek van a birtokában. A Hargita megyei tanács ennek megőrzésére szeretné ösztönözni, hogy minél többen óvják, felújítsák a tulajdonukban lévő régi épületeket, mondta el Birtalan József alelnök. Az érettségivel kapcsolatos tudnivalókról szól egy vadonatúj magyar nyelvű honlap. Az érettségi.ro az első és egyetlen érettségi előtt álló diákoknak szóló romániai magyar oldal, amelyet az RMDS a diákok kezdeményezésére, a Transindex portál közreműködésével indított el. A hosszú távú projekt célja, hogy elősegítse a diákok felkészülését az érettségire, alternatív támpontokat nyújtson a tanuláshoz, közösséget építsen a megmérettetés előtt álló diákok számára. Az érettségi.ro oldalt ma mutatták be hivatalosan Kolozsváron, de a portál már működik. Nem folytatódik a Magyarok a világ 8000-esein expedíciós sorozat. Ezt nyilatkozta Kollár Lajos, a magyar kancsenzönga expedíció vezetője tegnap Budapesten, miután hazaérkezett Nepálból. Elmondta, hogy Erős Zsolt és Kis Péter tragédiájához minden valószínűség szerint az vezetett, hogy kevés folyadékot vittek magukkal. Közölte, nála vannak azok a fotók is, amelyeken egyértelműen felismerhető Kis Péter holteste a kancsenzőngán. A fiatal hegymászó nem mindennapi elszántsággal visszaindult erős Zsoltért, sajnos abban tapasztalatlan volt, hogy 8000 méter felett nem lehet emberségesnek lenni, jegyezte meg Kollár Lajos. Később kicsúszhatott egy jégfolyósóban. Kollár elmondása szerint a magyarok a világ 8000-esein elnevezésű expedíciósorozat a Kanchenjunga a tragédiával végződött meghódítása után befejeződik, ugyanis egyelőre nincsenek olyan kaliberű hegymászók Magyarországon, akik képesek lennének ilyen jellegű feladatra. Erős Zsoltnak és Kispéternek május 20-án sikerült feljutnia a Nepál és India határán található 8586 méteres csúcsra. Eltűnésüket két nappal később jelentették be.